sem. A gabozék, sem aj, ez én van a felvételt verzió is, meg a live streames verzió is. Kiderül, hogy meg fog jelenni excellent connection-t, érké, valószínűséggel jó fog lenni. Addig kell ezt az ablakot hagyni, addig bennem jelenik a kép. Már, jelen már még. Itt van a türelemnek a hiánya, hogy ez az oktatási rendszer, hogy minden azonnal legyen. Azonnal legyen munka, azonnal legyen pénz, mind-mind hülyeség. Azért, mert a valóságban, ha te azt hiszed, hogy majd ott beállsz 12 óra szállva, 14 rosszákat dolgozni egy gyárba, lesz pénzje? Jó, minden megoldott, nem. Tiszta adja, jó testreépítése, meg nagy agykapacitással lehet jó sok pénzt elérni. Nézd ki, hogy mindig nem jelent meg. Majd megjelenik. Ha nem, akkor meg egyszer nem fog a mai napon összejön ez a livestream-e. Pont ezért indítottam el a felvételezést is. Egy időben vannak. Akkor egy felvétel fog lenni, megjelenni. Nem fog befolyásolni. Szóval, többször mondtam, hogy a újabban az április hónaptól kezdve semmilyen hitvány közoktatást nem akarok hirdetni. Szóval ez a rendszer, ami rajta van, ezt nem az oktatásból szedtem. Még az se, hogy ilyen alaplap kell, nem kell GeForce, GeForce-ot a valósába kell játszani. Nagyon sok minden volt, van is. Szóval, most egy kicsit bemutatom azt a rendszert. Azt mondják, hogy eléggé le van egyszerűsítve. Régebben voltak videók, amikor több asztali fletet raktam rá, telepítgettem, és akkor egyszerűen szétesett. Annak ajánlatos ez a Linux alapú distro, aki nem akar sokat rajta változtatni, annak megfelelő. És itt van ez a 19.3-as. Vajon ez? Azért, mert itt van az egyetlen egy X86-os verzió még, ami 2023-ig még támogatva van. Ha jó gondolom, nem 64 bites, hanem 32 bitesben újabban már csak 64. 64 vagy 32 bit. Az arra jó még a 32 bites, hogy gyengébb számítógépeken, ami kb. 2013 sem felel meg. Még annál régebbi arra már nem lehet a legújabbat feltenni. Nagy valószínűséggel akadozni fog ez az ingyenes, ingyen ez a leegyszerűsített verziók. Igen van, de van, mondtam régebben is, komolyabb, ahol komolyabb szinten van, mint hogy van egy grafikus interfész. Lássátok azt, hogy mi is van rajta, milyen alkalmazások vannak, nem annyira fontos, hanem az, hogy ingyenes. A demo verziója van, komolyabbat is lehet rajta dolgozgatni, gondolkodni, az agykapacitást növelni. Nem pedig a filmek sorozatok nézegetése! És én megmondtam azt, hogy a YouTube-on senki más nem fogok nézni, mert azok befolyásolnak. Tényező, ne befolyásoljanak senki se, ez miatt megmondtam, nem lesz nézve. Ahogyan le tudtam szólni a filmek sorozatok játékszínen nézegetésről, ugyanúgy le fogok itt is tudni. Helyette több ilyen videók lesznek fönt, livestreamek is lesznek, ami vajon most sem akart, vajon összejönni, 93,7%-ba eldobta a frame-et, nem érdekel. Egyszerűen, ha felvételezni, akkor mi a felének törődjek avva, hogy megy a stream, vagy nem megy. Itt is van ez a kiváló szolgáltató, elég jó volt eddig, más a neve neki, ilyen VIP mobilos. Mindig van másik, nem úgy, a kábelosoknál mik voltak. Hogy az mennyire rossz volt,
hogy mennyire gázastalanok voltak, hogy bemertek jönni, és azt merték mondani, hogy gyere, Kábel TV-re van szüksége, az kell neki. Tisztázzunk fel a helyzetet fel, hogy ezzel, hogy bemertek jönni, hogy rászedtek másokat, egy gyenge elmét, hogy nekem a filmet sorozatokról van szüksége. Ez másról volt, szó már róluk. Most nagyon nincs arról kedvem. Hát nézzünk tovább a rendszert. Kicsit ilyen PC look legyen. Vagy egy kicsit ilyen informatikus. Informatikába is legyen foglalkozva. Szóval itt van ez a Linux Mint App Store. És kevszerűen lehet grafikussal válogatni, milyen alkalmazás is legyen. Lehet itt a Snapcraft, de van külön Linux Mintnek is. Hát itt van ez a leborítottabb verziója. Ezek a Snapcraftok. Alkalmazások. Mert mit forráskódó? Hát egyszerűen a csalba van fönt. Csalkezelőként, és van 41 darab disztribúciót már be lehet telepíteni. Itt ki lehet baszni, mi is van hozzá. Milyen alkalmazás van ez a store kategóriák szerint megvannak. Állapítva! Állapítva vannak. Van ez a Telegram. Messenger, Brave, NetFlash. Van ilyen NetFlash. Elég jól néz ki. Jó, a legtöbb helyen vannak. Az Ubuntu 20.4-es meg van ilyen. Statisztika! Már kiadták a 21.04-et is. Manjaro, Linux Mint. Legnagyobb száma. Az Amerikában van. Ötödik helyen van a... Nem is tudják, hogy itt a statisztika van. Rajta. Le van egyszerűen írva. Olyan is lehet több distróra felrakni ezt a Snap Store-ot. Csak kicsit főbb a változatosságok. Nem a megszokottak. És lehet vászni a lektúrát. Arról van. Mostan, vagy csak Indy 64-es, a lektúrája jobb van, vagy 32 bites rendszerre nem lehet feltenni, tepíteni rá. Nézzük meg egy másik kicsi alkalmazást, amelyen kis fog lenni. Van a Brave, Leocad, Microsoft Team, Vimix, Notebot plus Vine-os verzió, Ellipse, AD, Tubescare, ez megy a játékoknak van. Ez a Trackmania. Nations Forever. Még mai napig elérhető. Adták ki a frissítést. Itt is csak 64 bitesre vannak a csomagok. Nincsenek már 32 bites disztrók alá. Vagy szociál, Skype, Slack, Skype-nak jóval több csomagja fog lenni. Bászom, mi legyen rajta. Van ez az i380-as. Kezdik elhagyni a fejlesztései. Egyre kevesebb fog lenni. És már meg is. Miért? Miért? Miért ezt keresem? Miért? Nem érdekel a miért meg a statisztikai, tehát abszolút. És van ilyen store, ez a Snap Store. De van a Linux Mintnek saját sztorja is!
Mint. Stork!